Sertésből kevesebbet, baromfiból többet vágtak a magyar vágóhidakon. Rengeteget dolgoznak és dolgoztak a boltosok a napokban. Mint mondják, több a forgalom, mint a karácsonyi időszakban. 100%-ban nem tudom meghatározni, de a behozott árunak a mennyisége jóval több. Igen, tehát sokkal többet vásárolnak az emberek. Kimerültek, fáradtak a bolti eladók. A pánikvásárlók ugyanis egész nap járják az üzleteket. Hát mi most nagyon sokat dolgozunk, napi több óra, jóval duplán dolgozunk szinte időben. Muszáj felkészülnünk ahhoz, hogy a vásárlókat maximálisan ki tudjuk elégíteni. Túlfeszített iramban dolgoznak a beszállítóink is. Most mindenki teljes gőzerővel dolgozik. Reméljük már most azt látjuk azért, hogy a vásárlóinknak a többsége bevásárolt, és most már kevesebb a vásárló, de azért jönnek még olyan vásárlások, hogy akár darált hús, amiket nem úgy tartalékolnak, de van vásárló. A kisboltokban szinte azonnal elviszik a kenyeret, a pékségek szerint nincs az a mennyiség, amit most a járvány idején ne fogyna el. A pékek ezért váltott műszakban éjjel-nappal dolgoznak. Sokan hetekre előre bevásárolnak. Húsárúból is rengeteg fogy. Van, aki egyszerre több 10 kilót is megvesz. Volt, aki 5-10-15 kiló húsokat is elvitt, de volt, aki, tehát mindig mondjuk, hogy folyamatos az áruellátás, folyamatos a beszállítás, nem kell, hogy annyit tartalékoljanak az emberek, mert tehát most az élelmiszerrel, a behozatallal ők is megfeszített munkatempóba dolgoznak, a vágóhidak, ugye azért aránylag elég biztonságos és nagyok az ellenőrzések, tehát erre is nagyon-de-nagyon odafigyelünk, és nagyon-de-nagyon körültekintően dolgozik, de most túlterheltek vagyunk, de mi ezt bírjuk.